Sziasztok! Valami pörköltszerű húsra vágytam, de aztán rájöttem, hogy nem mindig ugyanazt tegyük, ugye? Már amennyire mi ugyanazt szoktuk. Úgyhogy most csinálok egy ilyen vörösbabos, paradicsomos sertés ragút vagy pörkölt. Tehát ugye ez teljesen más ízű lesz, mint a hagyományos klasszik magyar pörkölt. És vagy füstölt szalonnát pirítanék alá, vagy teszek bele zsírt. Ugye itt nekem van háromféle, és ez csirkéből kisült, amikor grill csirkét sütöttem, ez a kocsonyának, a sertésnek a zsírja, ez meg kacsa zsír, úgyhogy tulajdonképpen épp mikor mihez van kedvem, de hát ez sertés, úgyhogy rádobok ebből egy picit, meg egy kicsi kacsa zsírt még. És akkor most nem fogok szalonnát pirítani alá, mert megy bele ez a darab füstölt bordaszél, és két ilyen közepes hagymát finomra vágok és lepirítok. Majd amikor majdnem lepirult, akkor egy kis paradicsom pürét vagy szószt, hát én ugye ezt a dobozosat szoktam használni, egy három evőkanálnyit meg fogok még vele annyira pirítani, hogy elveszítse ezt a nyerses ízét, tehát hogy kezdjen ilyen rozsdabarna lenni, és utána folytatom majd a kajcsit, ezek ugye mennek bele, mehet bele, ez már, ezzel már főztem, ez nem túl sós, úgyhogy egy ilyen, hát először egy csapott teáskanál sót rászórok, összevágom a hagymát, és szépen elkezdem pirítani. És ez egy kiló sertéscomb. Amíg pirul a hagyma, addig összevágom szépen, ezt már így lepucoltam, ez egy kiló sertéscomb. És hát itt megint, mivel a bab az nem nagy, itt ilyen kisebb kockákra fogom vágni. Tehát ha van olyan, ami nem darabolható, akkor általában annak a méretéhez közelítjük a többit, és akkor ilyen egységesen néz ki az étel. A lényeg, hogy most ezeket itt fölkockázom, amíg ez pirul. Most amikor már kezd ilyen színesedni a hagyma, akkor három evőkanál paradicsom, hát ezt a mártást vagy pürét, vagy minek hívjam, ráteszek, és annyira megpirítom, hogy kezdjen egy picit rozsdásodni, és elmenni ez a nyers illata, és ez szint is fog a ételnek adni, majdnem olyan lesz, mintha fűszerpaprikázva lett volna. És akkor ezt is egy picit megpirítom, és utána megy vele a hús. És amikor már így kezd pirulni a paradicsom is, mehet bele a hús, és ezt nem fogom lepirítani, csak annyira forgatom, áthevítem, hogy egy kicsit kifehéredjen. Tehát, hogy lezárom egy picit a külső részt, de nem várom meg, amíg elkezd levet engedni. Egy két gereszt paradicsom ilyenkor már. Paradicsom? Látom a paradicsomot, és ez hihetetlen, hogy na mindegy, el se kezdem. A kettő ilyen nagyobb gereszt fokhagymát teszek bele. Ezt most összevágom. Mehet is bele, teszek bele őrölt borsot, ezt ízlés szerint, aki akar, tehet bele nyugodtan erős paprikát is. Én a gyerekek miatt nem szoktam mindig tenni a főzésnél már, hanem van, amikor magamnak ugye, ha akarok, később meg tudom paprikázni. Kakukkfűből teszek bele, ezt beledobom ugye a füstölt csontot, teszek bele kakukkfűből egy teáskanállal, római köményből rakok bele egy mokkáskanállal, és rozmarinból meg egy késhegynyit, tehát egy csipetnyit, mert az nagyon-nagyon erős. Tehát tényleg ezt, amit egy ujjal is bele tehettem volna, és körülbelül ennyi a fűszerezés, és ezt majd a fél óra főzés után teszem bele a babot meg a paradicsomot, és ezt elkeverem, a hús az már kezd szépen kifehéredni, úgyhogy ezt nem is kell tovább pirítanom, és akkor annyi vízzel, hogy ellepje, hát ez most fél liter víz, de utána úgy is fogom főzni, jó, teszek rá fél liter vizet, még a hús is fog engedni, úgyhogy szerintem ez így most jó, remélem beletettem mindent, igen, ez jön később, és akkor most fogom és szépen lezárom a kuktát. Ja, a kuktával kapcsolatban, hogy még mindig van ez a 22%-os kuponkód a Mészi Kukta, viszont annyira megint megvettünk mindent a
cégtől, hogy január közepén érkezik az edénshopba a következő szállítmány, úgyhogy tudtok még mindig rendelni 22%-kal olcsóbban ilyen kuktát, csak hát január közepe, január végén fogjátok megkapni. Sajnos a videó alatt úgyis kint lesz a kupon, ez a Mészi kukta felirat, vagy kuponnal. A lényeg, hogy ezt most ugye magas nyomásra tettem, és 30 percig fogom főzni a forrástól számítva, tehát amikor felemelkedik ugye a nyomás jelző, 30 percet lesz nyomás alatt, és utána folytatom kukfedő nélkül majd a főzést. És párolt rizsünk az van készen, de a párom az bulgurral szeretne enni, úgyhogy most egy ilyen teli csésze bulgurt elkezdek szépen megpirítani, vettem most ilyen kilós kiszerelést, ez ilyen, nem tudom hol vettem. Na mindegy, ugye ez tönköly búza töret, vagy törmelék, vagy hogy mondjam. Teszek majd bele fél teáskanál sót, azért csak fél teáskanállal, mert fogok beletenni, amikor felöntöm vízzel, egy teáskanál ilyen ízfokozó mentes ételízesítőt is, meg egy gerezd fokhagymát is, de ezt most szépen addig, amíg elkezd kifehéredni, megpirítom, addig teszek oda vízt melegedni, vizet melegedni kettő csészével. Akkor már látszik egy-két szemem, hogy kezd megpirulni, akkor szoktam fölönteni, csak vigyázzatok, mert pláne a meleg vízzel öntitek, hogy könnyen ki tud ugye futni. Tehát lehet úgy is, hogy először csak egy pici vizet tesztek oda, és akkor nem fut fel, és én ferdén teszem rá a fedőt, és hogyha leáll, na, jól ráment a kamerára, és hogyha leáll ez az erős forrás, akkor belemehet az összes, és akkor most beledobom a egy gerezd fokhagymát, és egy teáskanállal ezzel a ételízesítőből, így, és szépen, mint a rizst, most ezt megkeverem, és takarékra véve puhára párolom, ennyi. Na, lezártam a fél óra után a kuktát, elment belőle a nyomás, és nézzétek meg, hogy azért ilyen kis pirosas színe van a ragúnak. És most visszagyújtok alá, lemostam a babot, mehet bele, és egy paradicsomot is összevágtam, az is mehet bele. Még megkóstolom, hogy elég sós, mert ugye a füstölt hús miatt nem. Egyből el is kezd forni, látjátok, mert most még... Hát még szinte forrásponton van. De most már kuktafedőt nem teszem vissza rá, hanem addig összefőzöm, hogy egy ilyen jó kis szaftos ragút kapjak, meg a paradicsom egy picit megpuhuljon, egy 5-10 perc, teszek bele még sót, ha kell, és tulajdonképpen kész. Na kész van, csak rájöttem, hogy nem tudom kóstolni is, meg kamerázni is közelről, szóval így néz ki, ott van a kis babocska, és hát én ugye az ilyeneket tudjátok jól, hogy mindig kanállal fogyasztom, mert sokkal egyszerűbb, meg nem tudom, én szeretek így enni. Hát ez megint az az étel, amire most mondhatok bármit, jó ízű, pikáns, nem egy szokványos ilyen pörköltre emlékeztet, abszolút érdemes meg kipróbálni, mert nagyon finom egyébként. Sima rizssel is lehet, aki a bulgurt nem szereti. De ha így egyszitek, akkor biztos egy olyan kaját csináltok, amit nem esztek minden nap, sőt, talán még soha. És nagyon finom és nagyon-nagyon jó ízű étel lesz. Úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!